A kormányzat 2013-ban indította a várólista csökkentési programot, akkor 786 millió forinttal kezdődött, ez 2014-ben először egy 431 milliós, majd egy bő 1 milliárdos forrás követte, majd 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is 5-5-5 milliárd forint állt rendelkezésre a várólista csökkentési programra. Ez azt jelenti, hogy 2013-tól 2017-ig összesen 17,2 milliárd forintot fordított az egészségügyi költségvetés többletként a várólisták csökkentésére. Úgy gondoljuk, hogy ez a várólista csökkentési program azért is sikeres, hiszen a kiszámíthatósággal, az átláthatósággal és a gyorsabb műtétre kerüléssel az állami egészségügyi rendszerbe vetett bizalmat is erősítette az emberekben, hogy kiszámíthatóbb módon tudják látni és tervezni, hogy mikor kerül sor arra a beavatkozásra, amire szükségük van. Bízunk benne, hogy ez a továbbiakban is erősíti az emberek bizalmat az állami ellátórendszerben. Én is azt tudom alátámasztani, hogy a várólista program a magyar egészségügy egyik sikertörténete. Az elmúlt 4 évben valóban összességében a nagy várólisták, azok, hogyha 100%-nak vesszük a 2013 körüli adatokat, akkor 30-70%-ra csökkentek olyan értelemben is, hogy a várakozó betegek száma csökkent ilyen mértékben, tehát a csökkenés mértéke is 30-70%-os volt, és a várakozási idő is lecsökkent erre az értékre.